Ami csak létezik, hogy 20-30 ezer embernek, az mind az enyém,
S aztán 9 év után helyeztek ide,
és itt most már 10 évet húztak el, ígérkezik, szeretnek, ígérte meg az ötvenet, és megköszönöm az Úristenek, hogy még talpon vagyok, és amennyit tudom, addig csinálom tovább, hiszen szükség van nagyon a munkásra, Jézus megmondta, aranyolva sok a munkásnak is. Pedig testvérek, mondjuk hálát az Istennek, és hálát adok ennek az egyházközségnek, kedvesen a tőlük, hogy ezt az aranymisérvát ajándékozták nekem a mai alkalomra, hogy az aranymisérvát ebbe végezzen, nem úgy, ha nem lenne elég vele, de hát azért bírjuk. Sokat meg tudtunk valósítani a templomok kívülről, a szentélyt, a vihanyokat, tehát rengeteg munka volt, de hát én mindig azt mondtam, hogy nekem nem az a fontos, hogy a kőműves, vagy a villanyszerelő munkába vegyek részt, hát nem az én reszontom. Nekem a lelkeket kell renoválni, és gyógyítani, és segíteni. De hál' Istennek olyan kiváló munkatársai vannak, akik helyettem ilyen mind megoldják, nekem csak hozzá kell járni, meg kell beszélni. Ezért jól mondtam, igen kedves az önkormányzat is, akik mindenben segítenek bennünket. Kedves testvérek, adjunk hálát az Istennek, magasztaljuk az Isten vele nekünk, dicsérjük őt mindörökké, és adja meg a kedves híveknek a hithöz való ragaszkodást, és adja meg azt, hogy amikor majd egyszer a háborúk megvannak közül, majd át kell mennünk a külső életbe, talán hagyd mondom azt testvérek, hogy az első misében egy ilyen ferences diák voltam, egy tudós ferences páter, Páter Karácsony Sándor, a Lübeck Egyetemen végzett professzor volt, ő volt a szólókom az első misében. És nem felejtem el, hiszen én csak 50 éve mondtam, fiam, a pap olyan, egy, a rómaiak úgy nevezték a papot, hogy Pontifex. A főpap a Pontifex Maximus, a Pontifex, ez a magyar szó, itt jelenti, hogy hívvelő. Hívvelő. A pap feladata a hívvelés. A hívvelés annyit jelent, hogy a hívben két oldala van. Az első oldala ott van, az Isten lét fönn, azt, ami bőrüzen általa, azt közvetít az embereknek, és a hív másik oldalán a kivéréseket, a hivajaikokat, problémáikokat fölvezet Istenhez, és hogy megjelen ez a hív, és erről mondja a testvérekre a valamisen van, a papköltő Sicsánról, vernéketlen az aranyhidat. Hát erre gondolom az Isten és ember kapcsolatára, és azt mondja, vernéketlen az aranyhidat hívből, reményből, szeretetből, hogy aztán a hídon sokakat átvezesse, és egykor mindannyian átjussunk a híd másik oldalára, az Úristen színről színre látásra. Adjunk neked, hogy a rosszat próbáljuk. Kérjük, kérjük, hallgassunk.
Krisztus a bűnünk által.